Hát sziasztok lányok, üdv innen újra a konyhából, és hát ez egy megint ilyen ebédötletes videó lesz, nagyjából ebédeket fogok jobbára megmutatni nektek, vagy esetleg vacsorákat, reggelit most nem lesznek benne, úgyhogy ha nincs már ötleted, hogy mit főz, és szereted a magyaros konyhát, és szeretsz esetleg újdonságokat kipróbálni, akkor ebben a videóban most tarts velem, és adok egy pár ötletet neked, hogy mégis mi legyen a holnapi ebéd. Hát egy csilisbabot láthattok itt csajok, és nem volt csilisbab borom, úgyhogy én készítettem el a fűszerezést is, és baromi finom lett. Na lányok, 4 óra főzés után. Még egy 3-4 órát fogom főzni, egy kicsit besűrűsödik, most már nagy lángon főzöm és fedő nélkül, és aztán már olyan igazi cupákos kaja lesz, igazi cupákos disznóság. Na hát elkészült, nézzétek lányok, ó. Na lányok, itt a nokedli föl már kiszaggattam, és a pörkölt pedig elkészült, úgyhogy ez lesz a mai ebédünk, majd kitálalva megmutatom nektek egy teljesen egyszerű pörkölt nokedlivel sztori. Amúgy be kell, hogy valljam, hogy nagyon szeretem ezt a nokedli szaggatót, sokkal könnyebb vele szaggatni, mint a régi nokedli szaggató. Hát csak nem tudom, hogy mennyire látszik, de hát egy eléggé nagy tál nokedli lett. Hát nem egészen 1 kiló lisztből csináltam. Erre szoktam tenni még egy picike olívaolajat, és ebből fog vinni a holnap a férjem dolgozni, és remélem, hogy marad. Neked már elő kell? Akarsz adni pörköltet nokedlival? Adom is, úgyhogy nem is beszélek tovább, mert a fiú. Jó étvágyat, kincsem! Na? Finom? Ízlik neked? Na, szedtem magamnak is, tettem bele saját magamnak egy kicsit chili paprikát, és viszem az uborkát, ezt Ninivel megesszük, úgyhogy hát elkészültünk a pörköltel és a nokedlival. Na lányok, ahogy láthattátok az elkészítést, elkészült a kínai pirított tészta. Mi nagyon-nagyon szeretjük vacsorára, ebédre, és hát megmutattam, hogy nagyjából hogy készült. Tényleg ez egy ilyen 3-4 óra alatt kész főétel, és szerintem baromi finom. Amit láttatok az utolsó képeken, ilyen szójaszószt tettem hozzá, viszont van ennél sötétebb is, mert mint ami jobban megszínezi a tésztát, és akkor még egy picit sötétebb, de
Nagyon jó íze lett. Fűszernek csak sót meg borsot tettem bele, illetve a szójaszószt, úgyhogy jó étvágyat nekünk. Na, készül a mai ebéd, ez egy csirke lesz, ilyen gyroszos csirkeszerűség, de salátám nincs itthon, úgyhogy csak uborkával és paprikával fogom készíteni. Na, el is készült, itt van egy kicsi csibemel, paradicsom, paprika, és Lidlbe szoktuk venni ezt a pirított hagymát, illetve szambaszószt fogok még hozzá enni, ezt baromira szeretjük, ezt a szambaszószt. Úgyhogy jó étvágyat! Na csak, ma este képzeljétek el, hogy olyan luxus életem van, hogy én iszom a kis alkoholmentes sörömet, a férjem pedig csinálja a vacsorát, és egy lecsó készül, úgyhogy megmutatom majd nektek az elkészülését, meg a extra finomságának a titkáról, meg majd kifaggatjuk a férjemet. Azt mondta, mit nem áruljál, akkor ez titok marad. Elkészült a leccsó egy friss, ropogós, finom szelet kenyérrel és uborkával. A férjem tett bele mindent, minden csodaszer, de tényleg fokhagymát, csili paprikát, nagyon sok csili paprikát, több fajtát, sót, borsot, és isteni finom. A mai ebéd egy ilyen kis krumpli és befűszerezett fokhagymás borsos, sós hús. Kikloffoltam, úgyhogy ez megy is a fóliával a sütőbe. Na lányok, megsült a húsi, úgyhogy még serceg a melegtől, most vettem ki a sütőből. Úgyhogy ez lenne a mai ebédünk, egy kis fokhagymás, sós, borsos, sült krumplis, tepsibe készült ebéd, és uborkával fogom tálalni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy találtatok valami jó ötletet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!